Nagyvárosaink közül elsőként Kaposvár lett teljesen csatornázott, most pedig újabb nagy lépésre készülnek. Egy zöld szennyvíztisztító telepet építenek. Ezt fogjuk most megnézni. A tavaly tavasz óta zajló beruházásban a Strabag nem csupán egy tisztítóművet hoz létre. Egy hő- és villamos energiát termelő biogáz erőmű is megszületik. Utóbbi fogja biztosítani a telep takarékos üzemeltetését azáltal, hogy hasznosítja a szennyvízi szabkezelésnél keletkező biogázt. Ez a helyiség a mechanikai tisztítás első lépcsőfoka, itt kerül elhelyezésre kettő darab gépi rács, amely a beérkező szennyvízből a 2 mm-nél nagyobb szilárd részeket kiveszi, és az alattunk lévő helyiségbe egy konténerbe fogja juttatni, ami innen már kikerül a szennyvíztelepről. A telep specialitása, hogy két párhuzamos sorból áll, egyik a másiknak a tartaléka tud lenni bizonyos meghatározott feltételek között, ezáltal egy jelentős üzembiztonságot sikerült kialakítani a tervezőknek. A beruházás a kaposvári Német István program része, amiben összesen 171 milliárd forintból fejlődik a város. Ugyanakkor ebben a ciklusban országszerte 500 milliárdnyi uniós forrást költhetünk a szennyvíz, az ivóvíz és hulladék hatékonyabb kezelésére. A kaposvári telepnél a szennyvíz biológiai tisztítása mellett döntöttek. Ahol vagyunk, az a levegőztető medence, aminek a funkciója az, hogy a beérkező szennyvízbe levegőt, oxigént adagolunk, és ezáltal benne lévő mikroorganizmusok végzik a szennyvíz biológiai tisztítását és a lebontást. Az Európai Uniós forrásból végzett fejlesztés eredményeként egy környezetbarát létesítmény fog létrejönni, amely a megyeszéke és további 20 környékbeli település mintegy 140 000 lakosát szolgálja majd ki. Várható átadás 2020 közepe.